Köszöntöm a közügyek nézőit, már is mondom mai témáinkat. Május 6-án köztársasági elnökválasztás Szerbiában. Bemutatkozik a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági jelölt listájának 5. képviselője, Pék Zoltán. A palicsi ultramaraton futóival is foglalkozunk, akik most érkeztek vissza Athénból. Valamint a palicsi tusszányezettségéről is beszélünk, azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Boris Tadić államfő úgy döntött, hogy lerövidíti mandátumát, ezért a köztársasági elnökválasztás május 6-án lesz, együtt a tartományi és helyhatósági választásokkal. Erről láthatnak most egy összeállítást. Boris Tadić szerb államfő úgy döntött, lerövidíti mandátumát. Erről pedig holnap értesíti levélben Slavica Djukić Dejanovićot, a köztársasági parlament elnökét. A szerbiai elnökválasztás időpontja május 6-án lesz, a köztársasági, a tartományi és a helyhatósági választásokkal egy időben. Tadić úgy véli, az a legjobb megoldás, ha a polgárok nem két alkalommal, hanem csak egyszer járulnak az urnák elé, mert ezzel az államkassza kiadásait is megkímélik. Jeden politički ciklus bude na prirodan način zaokružen. Osvajanjem statusa kandidata mi smo dovršili prvu etapu tog političkog ciklusa, sad nas čeka drugi deo tog puta. I on je veoma važan. Pre svega tiče se ekonomskih i političkih reformi koje su pred Srbijom. One su kompleksne, veoma duboke i označavaju u stvari suštinsku i kvalitativnu promjenu našeg društva. Za te reforme potreban je novi legitimitet, osnaženi mandat svih državnih institucija, a taj legitimitet daju samo građani na izborima. A köztársasági elnök lemondásával ér véget az államfő megbízatása. Az államfői teendőket a parlament elnöke látja el, ügyvezető köztársasági elnökként az új elnök megválasztásáig. A törvény szerint az elnök választást a köztársasági parlament elnöke írja ki, vagyis jelen esetben Slavica Djukić Dejanović. A választásokat a kiírást követően legkevesebb 30 és legfeljebb 60 nap múlva kell lebonyolítani. A választásokon jelöltet indíthatnak a bejegyzett pártok, a pártkoalíciók és a polgári csoportosulások is. A jelölt indításához legalább 10 000 hitelesített támogatói aláírást kell összegyűjteni. A jelölések legkésőbb 20 nappal a választás megtartása előtt kell átadni a köztársasági választási bizottságnak. A várható forgatókönyv tehát a következő. Boris Tadić államfő holnap benyújtja lemondását, Slavica Djukić Dejanovićházelnök pénteken, április 6-án kiírja az elnökválasztást, amelyet így május 6-án a köztársasági, tartományi és önkormányzati választásokkal egy időben meg lehet tartani. A jelöltek indításához szükséges aláírások összegyűjtésére 10 napjuk lesz a pártoknak. Köztársasági elnök az lehet, aki a választáson megjelent polgárok több mint felének a szavazatát megszerzi. Amennyiben senki nem kapja meg a szavazatok többségét, akkor a szavazást 15 napon belül meg kell ismételni. A második fordulóban a két legtöbb szavazatot kapó jelölt indul. A második fordulóban az a jelölt nyer, aki több szavazatot kap. Ha azonos számú szavazatot kap a két jelölt a második fordulóban, akkor 15 napon belül újra kell szavazást tartani. A Vajdasági Magyar Szövetség az elnökválasztáson a párt elnökét, Pásztor Istvánt indítja. A Demokrata Párt és a Választás a Jobb Életért Boris Tadić lista elnökjelöltje a jelenlegi elnök, Boris Tadić lesz, a Szerb Haladó Párt köré tömörülő koalíciói pedig Tomislav Nikolić. A szerb radikális párt pedig Alekszandar Martinovićot indítja. A szerbiai demokrata párt holnapi elnökségi döntésén hoz döntést a jelölt kilétéről. A szerbiai Egyesült Régiók jelöltje Milan Panić üzletember, a szerb megújhodási mozgalom vezetője Vuk Drašković pedig Csedomir Jovanovićot, a fordulat mozgalom vezetőjét támogatja az elnök választáson. A stúdióban a vendégeim Bajtai Kornél, Lakatos János újságíró. Köszöntöm Önöket nálunk, jó estét kívánok! Mi motiválhatta Boris Tadićot, hogy idő előtt kiírja a köztársasági elnök választást? Válasz nagyon egyszerű. Győzni szeretne a demokrata párt. És nyilvánvaló, hogy nincs meg a párt fölmérései szerint nincs meg az a szükséges népszerűségi szint, amellyel biztosra mennének.
amelyet biztosra vehetnék azt, hogy nyerni tudnak, és a következő kormányt is ők tudják megalakítani. És hagyományosan, szabályszerűen, ha az elnökválasztást is kiírják, az növeli a részvételi arányt, és tulajdonképpen arra építenek, hogy Tadić autoritásának köszönhetően, mert hogy jelen pillanatban is ő a legnépszerűbb szerbiai politikus, tehát hogy az ő népszerűségével úgy az emberek automatikusan, amellett, hogy az elnök jelöltek közül az ő nevét karikázzák be, ezzel a Demokrata Párt is nagyobb számú szavazatot tud begyűjteni. Elmondhatjuk akkor tehát, hogy ez az előnye is lehet ennek, ugye? Hát lehet az előnye is, viszont én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ugyanez a fegyver a másik irányba süljön el, mert komoly elégedetlenség van a lakosság körében, most lehet sorolni a problémákat, mindannyian ismerjük őket, de tulajdonképpen ez a kormány túlfényes eredményekkel nem dicsekedhet. Az utolsó pillanatban sikerült az EU-s tagjelöltséget kieszközölni, persze tárgyalási dátum nélkül, tehát ez egy afféle félsiker, és tulajdonképpen erre alapozva igyekeznek most minél jobb eredményt elérni, de amennyiben a népkörében az elégedetlenség tényleg eléri azt a bizonyos szintet, akkor megtörténhet, hogy nem arra kerül sor, hogy Tadić húzza magával a Demokrata Pártot, hanem hogy a Demokrata Párttal való elégedetlenség a Tadić ellenébe fordítja az embereket. Milyen kampányra számíthatunk? Szerintem a kampány már elkezdődött, gyakorlatilag az elnökválasztási kampány is. Boris Tadić szerintem mindössze a megfelelő pillanatot várta azt, hogy bejelentse ezt, hogy előre hozott választások lesznek elnökválasztások. Szerintem nagy változás nem lesz az eddigi kampányhoz képest. Járják az országot, és próbálják az eredményeikről meggyőzni az embereket. Azok még vagy elhiszik, vagy nem. Mennyire befolyásolja az elnöki kampány a parlamentit? Befolyásolja. Pont ezzel, amit mondtam, de tulajdonképpen éppen ez az, ami miatt, amit a többi párt kivédeni igyekszik, és ez a motivuma annak, hogy szinte az összes induló párt, beleértve itt a VMS-t is, ugye elhangzott a bejátszásban, saját jelöltet indítanak, hogy ezzel azt az előbbi dolgot ellensúlyozzák, hogy Tadić a Demokrata Pártot húzza magával, tehát nyilván mindenkinek megvan, nem mindenkinek, de hát a szavazók többségének megvan, hogy mely pártot, mely koalíciót preferálja, és ebben az esetben akkor nem történik az még, hogy Tadićra szavaznak, mint elnökre, és esetleg arra a pártra, amelyiket magukhoz legközelebb állónak tartják, hanem tulajdonképpen egy csomagban, tehát az adott pártra és annak az elnök jelöltjére. Melyek azok a pártok, akiknek előnyt jelent, hogy elnökválasztás is lesz? Szerintem a Demokrata Párt mindenféleképpen haszonélvezője ennek. Nem vagyok meggyőződve, hogy a haladók is. Leginkább a Demokrata Párt szerintem, mert alaposan megfontolták, szerintem közvéleménykutatások azt mutatták, hogy a polgárok többsége egyszerre tartaná a választásokat, az elnökválasztást a parlamenti választásokkal. Sőt, bizonyos felmérések azt mutatják, hogy többség azt gondolja, hogy Boris Tadić lesz a befutó. Szóval szerintem erre alapoztak, mikor így döntöttek. Nikolić kétszer vesztett már Boris Tadić ellen. Most kik az esélyesek? Nikolić, Tadić, vagy pedig beszállhat esetleg egy harmadik is a képbe? Nem hiszem, hogy beszállhat harmadik. Jelöltek vannak, ugye most hallottuk, hogy Dinkićék előhúzták Milan Panićot, aki a 90-es években volt egy rövid karrierje itt Szerbiában, de nem hiszem, hogy az ő neve akkora húzóerő lenne. Én szerintem ők ketten fognak bejutni a második körbe, tehát Tadić és Nikolić. Ma délután stúdiónk vendége volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, ám az esti közügyeket nem tudta megvárni, mert a Vajdasági Magyar Szövetségnek tanácselnöki ülése van. Vele előre felvettük a beszélgetést, ezt láthatják most. Ön korábban azt mondta, hogy ha előre hozzák az elnökválasztást, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség is jelölteti magát. Ma a Vajdasági Magyar Szövetség tanácsa úgy döntött, hogy önt jelölteti erre a posztra. Mi ezzel a cél?
nem sok választási lehetőségünk volt, ugyanis a köztársasági elnök, mint köztudott, benyújtotta a lemondását, és így előrehozott választások lesznek ugyanakkor, amikor a parlamenti választások. Ahhoz, hogy a szavazatokat maximalizálni tudjuk, ahhoz, hogy önmagunkat egy tárgyalási pozícióban, a második fordulóban olyan helyzetbe hozzuk, hogy a célkitűzéseinket a második fordulós támogatás fejébe tudjuk megkövetelni, ahhoz szükséges az, hogy az első fordulóban a Vajdasági Magyar Szövetségnek vagy a Vajdasági Magyar Közösségnek jelöltje legyen. Ez az, ami mozgat bennünket, függetlenül attól, hogy tudjuk, hogy a második fordulóban nincsen esélyünk bekerülni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a politizálásunk szempontjából ez mindenféleképpen egy olyan helyzet, amelyik erősített bennünket. Ezért döntött így az elnökség, illetve a tanács, hogy második alkalommal a Vajdasági Magyar Közösségnek, a Vajdasági Magyar Szövetségnek elnökjelöltje lesz a személyemben. Tadics megbízatása csak az év végén járna le, és egyes vélemények szerint azért döntött így, hogy a saját pártjának a pozícióját erősítse. Mi arról a véleménye, hogy hogyan befolyásolhatja az elnökválasztás a parlamenti választásokat? Hát egészen biztos, hogy lesz neki egy mozgósító ereje, lesz neki egy alternatívák közötti választási ereje a második fordulóban. Az, hogy az első fordulóban ez a dolog hogy fog lecsapódni, ezt látni fogjuk, és egészen biztos, hogy igazak azok az állítások, amelyek arról szólnak, hogy valószínű, hogy ez a fajta argumentáció, ez a fajta gondolkodás döntött úgy, hogy előrehozza a parlamenti választásokat úgy, hogy lemondjon. A magyarok körében nagy népszerűségnek örvend Boris Tadics, ezért sok szavazatot is szerezhet. Mivel biztatja a Vajdasági Magyar Szövetség a szavazókat, hogy a VMS-re szavazzanak? Én szerintem messze nem annyira népszerű a Tadics ma a magyarok között, mint amennyire népszerű volt pár évvel ezelőtt. Mi arra biztatjuk a vajdasági magyar szavazókat és a vajdasági szavazókat, mert a dolgok mostani állása szerint én leszek az egyedüli vajdasági elnök jelölt, hogy én rám szavazva a vajdasági érdek, a közösségi érdek, a magyar érdek érvényesítésnek adjunk egy plusz hátszelet. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha minél többen szavaznak Vajdasági Magyar Szövetség jelöltjére én rám, hogy utána a második fordulós támogatás esetén olyan föltételeket tudjunk szabni, amik előre visznek bennünket. Hogyha lesz második forduló, akkor a Vajdasági Magyar Szövetség kinek a javára lépne vissza? Hát egészen ez második forduló, mi nem lépünk senkinek a javára vissza, nagy valószínűséggel én nem fog bekerülni a második fordulóba, mert a második fordulóba a két legtöbb szavazatot kapó elnök jelölt kerül be az első fordulóból. Ez a dolog mostani állása szerint a Demokrata pártnak a jelöltje valószínű Tadics lesz, illetve a Haladó pártnak a jelöltje Nikolics. Mi azt fogjuk majd javasolni, hogy a Tadicsra szavazzanak a vajdasági magyarok abban az esetben, ha fölvállalja azokat a célkitűzéseket, amikről az előbb beszéltem, ami a mi hosszú távú politizálásunknak az alapját jelenti. A radikálisok meglebegtették Sesely hazahozatalát, ami erősíteni az Európa ellenes hangokat. Milyen veszélyekkel jár ez a vajdasági magyarok számára? Én azt gondolom, hogy ez elsősorban ebben a pillanatban szerb-szerb kérdés, illetve a Haladó párt ledarálásának az egyik technikája, ennek az ügynek a lebegtetése. Az, hogy ez be fog-e következni, vagy nem, és hogy mikor fog bekövetkezni, azt gondolom, hogy ez találgatásoknak a témája lehet. Ez mindig egy olyan téma, amivel meg lehet tölteni az üres újságoldalakat, de azt gondolom, hogy ennek a realitása ebben a pillanatban legalábbis a választásokig nem túl nagy. Milyen haszna lehet a Vajdasági Magyar Szövetségnek ebből? Körülbelül elhangzott, alkupozícióba kerülhet vele. És úgy gondolom, hogy amikor az előbb föltette a kérdést, hogy kinek jó, hogy kiírták az elnökválasztást, én úgy látom, hogy a VMS-nek is jó lehet ez. És itt kerülhet előtérbe az a tény, amit Pásztor István úgy fogalmazott meg nemrégiben, hogy a vajdasági autonómia tüzének az őrzője ebben a pillanatban kizárólag a VMS, mert hogy a többi párt, amely ez mellett szállt síkra, ők így elfogytak ebben a harcban. És tulajdonképpen ez az a terep, ahol egészen biztos vagyok benne, hogy Pásztor, mint elnökjelölt, tényleg szerezhet nem magyar szavazatokat is. Szerintem azt a 95-100 ezer szavazatot
szinte biztos, hogy meg tudja így szerezni. Annál a ténynél is fogva, amit szintén ő mondott most, hogy valószínűleg nem lesz másik vajdasági elnökjelölt. És hát nyilvánvalóan egy ilyen 100 000-es bázis birtokában a második forduló előtt alkupozícióba kerülhet a VMS, tehát tárgyalni lehet Tadicjal. Viszont ez így volt a korábbi elnökválasztás alkalmával is, csak hát elég sok mindent az akkor megtett ígéretekből Tadic nem teljesített. Mi teheti vonzóvá Pásztor Istvánt a szerb szavazók számára? Hát Kornél is az előbb, mint említette, az, hogy mint egyetlen vajdasági jelölt, ő képviseli az autonómiát. Gyakorlatilag, ha a szerb szavazók a pénztárcájukkal gondolkoznak, pénzeket itt tartani, megadni vajdaságnak az, ami jár, ezek azok az értékek szerintem, amik Pásztor és a VMS felé irányíthatják esetlegesen a szerb szavazókat is. Milyen stratégiát kell, hogy alkalmazzon Pásztor István, hogy minél több szavazatot begyűjtsön? Nem kell neki semmilyen különösebb új stratégiát alkalmaznia. Azt a politikát kell folytatnia, amit az elmúlt években folytatott a tartományi kormány alelnökeként és gazdasági titkárként, illetve a VMS elnökeként, és tulajdonképpen ugyanazokat a megfogalmazott programcélokat kell képviselnie, amit egyébként is a párt képvisel ebben a kampányban. Előfordulhat az, hogy demokrata párti elnökhöz ellenzéki kormány kerül, vagy esetleg fordítva? Bármi elképzelhető, nehéz lenne találgatásokba menni. Szerintem Boris Tadicnak, mint elnökjelöltnek több esélye van, mint a demokrata pártnak a választásokon, úgyhogy akár még ez is elképzelhető. Pásztor egyben egyéni képviselőjelölt is a tartományi parlamentben, ugye? Így van. Így van, de hát tulajdonképpen nem kell semmiféle illúziót kergetni, ő maga is világosan fogalmazott, tulajdonképpen elméleti síkon mozog az esély arra, hogy ő második fordulóba bekerüljön. Ez inkább arról szól, hogy a VMS felé húzza a szavazatokat, ugye, amit már mondtam az előbb, illetve hogy ez a bizonyos alkupozíció kialakulhasson. A nemzetközi közösségeknek ki a legelfogadhatóbb jelölt? Nemzetközi közösségeknek a valószínűleg a demokraták inkább, mint a haladók, mert ők igaz, a haladók is most már egyre Európa orientáltabbak, úgymond, de talán mégis hitelesebb ez a demokraták szájából, hogy ők Európa felé szeretnének haladni. Ez a tagjelölti státus elnyerése is ezt bizonyítja. Viszont ezzel én egy kicsit vitatkoznék. Tulajdonképpen igazad van, mert a demokraták és Tadic az, akik elfogadhatóbbak, viszont Nikolić az elmúlt időszakban gyakorlatilag végigrepülte egész Európát, elment Washingtonig, és tulajdonképpen ő olyan sokszor maradt már le a hatalomról, hogy szinte mindent megígért nyugaton, és miután a nyugatiak, az Európai Unió annyiszor megégette magát a demokratákkal, kezdve Hágától egészen a koszovói ügyig, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy már csak azért is, mert könnyebben lehet esetleg Nikolićra hatni, mert ő esetleg puhább lenne, hajlékonyabb lenne a koszovói ügyben, hogy emiatt esetleg Amerikának vagy Brüsszelnek kívánatosabb az ő személye. Bukhat-e Tadic duplán, sem elnök, sem kormány? Ez benne van a pakliba természetesen, habár szerintem a Tadic és Nikolić kettősből inkább ő az esélyesebb. Nagyon nehéz jósolni, de én úgy gondolom, hogy Tadic az esélyesebb. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. A Vajdasági Magyar Szövetség 6-7 mandátumra számít a köztársasági parlamentben. A jelenleg is köztársasági tagokat követné még Pék Zoltán, őről láthatnak most egy összeállítást.
Pék Zoltán 1962. december 20-án született Zentán. Az általános és középiskolai tanulmányait Zentán végezte, majd a Szabadkai Közgazdasági Egyetemen diplomázott. Ezt követően a Zentai Közgazdasági és Jogi Középiskolában tanított. Később bankárként dolgozott, majd a Zentai Alapbank munkatársa volt. Ezt követően a Vajdasági Bank Zentai Fiúkintézetének lakossági igazgatója pozíciót töltötte be. 2008-tól 2010 februárjáig Zenta község polgármesteri feladatkörét látta el. Most a Vajdasági Bankban dolgozik. Két gyermekes apa, lánya Sára Borbála 9 éves, a fia Zalán 6. Felesége Pék Domonkos Ibolya magyar tanárnő a Turzó Lajos általános iskolában. Lokálpatriótának és tőzsgyökeres tiszapartinak vallja magát. Sportos, természetbarát életet él. 2000 óta tagja a Vajdasági Magyar Szövetségnek, az idei választásokon a köztársasági jelölt lista 5. helyén indul a VMS színeiben. A stúdióban a vendégem Pék Zoltán, köztársasági képviselőjelölt, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltje. Köszöntöm Önt nálunk, jó estét kívánok! Két éve, hogy Ön nem polgármester Zentán, hiányzik-e Önnek ez a pozíció, illetve a polgármesteri szék? Jó kérdés, igen. Szeretem a dinamikus életet, és ezért. Hogyan értékeli a jelenlegi polgármester munkáját? Hát én úgy gondolom, hogy az elmúlt két évben az elvárásokat nem igazán sikerült nekik teljesíteni. Hogyha megfogalmaznám úgy, hogy az első 2008-tól 2010-ig, abban másfél évben úgy gondolom, hogy az akkori önkormányzat több mindent tudott Zentának adni, illetve több projektumot tudott véghez vinni, mint a mostaniak. Ugye hallottunk Önről most egy összeállítást. Igen. Jelenleg mivel foglalkozik? Jelenleg a Vajdasági Banknak a dolgozója vagyok. Mit tehet a parlamenti, Ön, mint parlamenti képviselő Tiszamenti vidékért, Zentáért konkrétan? Hát először is azt szeretném mondani, hogy számomra ez nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az ötödik helyet úgymond az ötödik helyre jelöltek. Egyébként mivel... számít arra, hogy bekerül? Tehát ugye VMS 6 helyet szeretne legalább. Mindenféleképpen számítok, mert úgy gondolom, mint sportoló, vagy mint az én életmódomhoz, élesstílusomhoz az val, hogy állandóan győzni akarok, és úgy gondolom, hogy van esélybe jutni. Mindjárt meg is mondom, hogy miért, mivel most már tudni a konkurens pártoknak a jelölt listája, és így kiderült, hogy én, mint ötödik hely, a Vajdasági Magyar Szövetség ötödik helyén lévő képviselőjelölt, úgy mondanám, hogy ebből a régióból nekem van legnagyobb esélyem bejutni, mivel a más pártoknak a képviselői igen távolabb vannak a jelöltek lehetőségeitől, ilyen 81., 84. pozíció, 240. 5. 249. Itt csak a tiszamenti régióról beszélek, és úgy gondolom, hogy ez befutó hely lesz. Tehát akkor mit tehet a tiszamenti vidékért, Zentáért? Hát legelőször is, ha magát a Tiszamentét nézzük, illetve Zentát, a szülővárosomat, volt egy rossz törvény, ami alapján a bíróságot Zentáról úgymond elvitték. A Vajdasági Magyar Szövetségnek a programjai közt egy tételként szerepel, hogy ezek a bíróságok vissza legyenek állítva, köztük az ENTE is, és mi úgy gondolom, hogy ezt ki tudjuk harcolni. Itt megjegyezném, hogy a mostani képviselőasszonynak, az ENTE illetékesű képviselőasszonynak az ENTE-i KKT, vagyis a képviselőtestület feladatként tűzte ki egy pár hónappal ezelőtt, hogy ezt a témát a köztársasági parlamentbe felhozza, de sajnos azóta is magára várat, és úgy gondolom, hogy ezt a staféta botot ebbe a kérdésbe nekem kell majd átvenni. Ön szerint mitől függ az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mennyi szavazatot fog kapni? A mostani fönnállt politikai helyzet az nagyon kihatással van rá, és úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 mandátumban a 4 képviselőnk, aki képvisel bennünket, nagyon jó politizált.
Ezt avval szeretném mondani, hogy amit ők megígértek, illetve a célkitűzéseiktől nem álltak el. Szóval nem lehetett megvenni őket. Magyarán, hogy egyszerű embernek a nyelvén mondja, nem lehetett velük kukoricázni. És ez az embereknek a szemében egy pozitívan jön vissza, illetve az én környezetemben, ahogy én kérdezem, illetve követem a dolgokat. Ez egy nagyon nagy pozitívum, és mindenféleképpen elvárják az eddigi és az elkövetkező VMS-es képviselőktől, hogy ezt a politikát folytassák. Szóval, hogy kiálljanak az igazukért és az igazságért. Szóval következetes politikát. Ön szerint melyik azok a témák, amelyek legjobban érdeklik a vajdasági választókat, a magyar választókat? Hát mindenféleképpen a magyar érdekek természetesen, vajdaság, ahogy mi célkitűzéseinknek tettük, mindenféleképpen, hogy a vajdaságban az itt lévő kisebbség úgymond jobb életet tudjon élni, élhetőbb legyen maga az egész ország, nem csak Vajdaság, hanem Szerbia is. Most mások szerintem ilyen nagy munkahelyteremtéssel, stb. Fognak foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy elsőbb az országban rendet kellene tenni, legyen egy alapja az egésznek, és utána lehet indítani a gazdasági témákat, vagy mellette, hogy úgy mondjam. A VMS-nek az egynyitása az ön jelöltsége a Tiszamente és Zenta felé? Mit gondol? Igen. Ön szerint mekkora esélyt lát arra, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség visszakapja az Zentai önkormányzatot? Én biztos vagyok benne. És azt el tudja képzelni, hogy esetleg a Vajdasági Magyar Szövetség önkormányzati szinten ismét a Demokrata párttal lesz koalícióban, hogyha az elmúlt évek viszonyait tekintjük? Alapfölállásból azt szeretnénk, hogy 15-6 képviselővel megnyerjük a helyi választásokat, az önkormányzati választásokat. Ha véletlenül ez nem sikerülne, akkor természetesen a meglévő, illetve az előző koalíciós partnerekkel kötnének koalíciós szerződést. Különböző feltételek mellett, amit már nem egyszer a médiumokban elhangzott, hogy az akkori helyzetet elmérgesített politikusokkal nem szándékozunk együtt működni. Ön szerint milyen lehet a kisebb magyar pártok helyzete? Hát én úgy gondolom, hogy túl kevés a tagságuk. Bizonyos értelemben nem látom esélyét, hogy be tudjanak jutni a köztársasági parlamentbe, illetve még a tartományiba se gondolom. Helyi szinten lehet, hogy egy-két helyet tudnak úgymond magukénak, legyen a Zenta, illetve a Tiszamente, hogy úgy mondjam, de nem nagy esélyt látok nekik. Amennyiben létrejönne a koalíció Demokrata párttal, úgy köztársasági, mint zentai szinten, akkor mit kellene másképp csinálni? Hát először is együttműködni, az elkezdett projektumokat befejezni mindenféleképpen, mert van itt sok olyan dolog, amit úgymond az előző önkormányzat kezdett el, és sajnos a mostaniaknak se nem sikerült befejezni. Most ugye sajnos vagy nem, ezt majd eldöntik a szavazópolgárok. Mindenféleképpen, ha Zentát nézem, most kimondott Zentáról beszélnék, a megkezdett sportcsarnok, termálkút, ipari park projektumokat, ezt mindenféleképpen be kell, hogy fejezzék. Illetve még egy nagyon fontos téma van egy városrésznek a úgynevezett fűtési gondjai. Ez is egy fontos feladatként jön elő, és amit meg kell mindenféleképpen az elkövetkező egy-másfél évben, hogy oldjanak. Ugye Zenta az utóbbi időben arról volt híres, hogy a pártok vitatkoznak. Lát-e esélyt arra, hogy a közös célok érdekében esetleg összefogjanak? Igen, mindenféleképpen. A mostani vezetésben nem tudnám elképzelni, mert elég nagy radikális ellentétek vannak, nézetellentétek, de más személyek felvonultatásával, illetve a politikában, hogyha úgymond frissítés jön, azokkal el tudnám képzelni. Május 6-án köztársasági elnököt is választunk. Ön kinek ad legnagyobb esélyt? Hát,
Én úgy gondolom, hogy a mostani elnöknek van nagyobb esélye, de a szavazó polgár gondolataival, illetve fejében nem lehet belelátni, úgyhogy minden eredmény lehetséges. Ugye Pásztor István is jelöltette magát, ön szerint ő mire számíthat? Hát én szerintem egy 100 000 szavazat minimum. Szóval a vajdasági magyarság, illetve vajdaság lakossága, hogy rá fog szavazni, én nagyon remélem. Ön merre jár kampányolni? Helybe, illetve Tisza mentén. És mivel próbálja meggyőzni a választókat? Hát legelőször is a úgymond, ahogy említettem, hogy a meglévő képviselőinknek a kitaposott ösvényét járva tovább, illetve azt szoktam mondani, hogy a szaktudásommal próbálom majd az új csapatot erősíteni, hogyha megfelelő szavazatokat kapunk. A családja mennyire támogatja önt a politikai szerepvállalásban? Teljes mellszélességben. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. A Palicsi Jánosi Elvira tanítványai az athéni ultramaraton versenyen második és harmadik helyezést értek el. Erről láthatnak most egy összeállítást. János Elvira tanítványai az athéni ultramaraton fesztiválon első és második helyet nyertek. A házigazda görög csapatot is maguk mögé utasították, amelyben felnőtt versenyzők, válogatott kajakozók és futók is szerepeltek. A versenyt korosztályba sorolás nélkül rendezték. A győztes palicsi férfi csapat inkább fiú csapatnak mondható. Firic Dávid 15, Breár János 14, Boris Milodánovics 16, a legidősebb Pap Albert pedig 20 éves. A négy versenyző 6 óránként váltotta egymást. A palicsiak összteljesítménye 24 óra alatt 223 km és 219 méter. Négyen futottunk, és fejénként 6 óra hosszát, 6 órát kellett futnunk, hát, és 6 óra után jött a váltás, és akkor mehetünk pihenni. Melyik a legnehezebb, gondolom az éjszakai? Igen, én épp azt kaptam, az éjjel 3-tól reggel 9-ig, az volt szerintem a legnehezebb, mert reggel viradóról kezdtem álmos lenni, mert minden, és akkor kicsit az nehéz volt. Milyen edző János Elvira, ő az, aki összetartja a csapatot, mint egy tyúkanyó a kis csibéit. Mit tudsz róla elmondani, milyen edző? Nagyon szigorú? Nem szigorú, le a kalappal tényleg, minden elismerésen neki. Hát akármikor nehéz, akkor ő belénk adja azt az életét, azt a kicsit, amit még kell, és akkor meg tudjuk csinálni, meg tudunk mindent csinálni. A lánycsapat szerezte meg a második helyet, a 19 éves Német Anett, a 13 éves Dulics Éva, a 12 éves Zabos Kata, valamint a 11 éves Jurcsek Flóra összesen 193 kilométert és 398 métert teljesítettek egy nap alatt. Először, amikor megtudtam, hogy menni fogok erre versenyre, nem bíztam magamba, de hogy az Elvira és a szüleim buzdítására kezdtem el hinni, hogy meg tudom ezt csinálni, és szombaton délután 3-kor rajthoz álltunk, és Elvira szurkolásával és segítségével, és az én erős akaratommal sikerült megcsinálni életem első maratonját, és egyben életem első versenyét, és 6 óra hossza alatt 44 km és 948 métert teljesítettem. Hogy lehet ennyi évesen ilyen sokat futni? Mióta gyakorlod? Hát nem egész egy éve, augusztusban lesz egy éve, hogy edzek, és egy héten 3 vagy 4 edzés. Ebben a versenyben a vége volt a nehezebb, amikor mindenki szurkolt, és én már nagyon fáradt voltam, és akkor kellett még húzni, akkor az nehéz volt. Ilyenkor mikre gondoltál magadba, mi adott erőt, hogy mégis ezt kibírd? Arra gondoltam, hogy a másiknak is nehéz, lehet jobban, mint nekem, és új hamarabb vége lett. Akkor ez igazi csapatsport, ugye? Mindig a társakra is kell gondolni, nem szabad cserbe hagyni őket, igaz? Hát igen, ez is egy nagyon fontos része, hogyha csapatba futunk.
János Elvira elmondta, sokan elborzadnak, hogy miért futnak ilyen sokat a gyerekek, pedig ő semmit sem erőltet rájuk, és ennyit igenis le tud futni egy fiatal minden negatív következmény nélkül. A gyerekek a nyáron részt vesznek a palicsi 24 órás versenyen, most Athénban pedig nyertek egy svájci versenyen való részvételt is. A stúdióban a vendégem Jánosi Elvira, Paligó Palusz Ultramaraton Futóklub edzője, illetve Dobó Márta, a Vajdasági Magyar Szövetség palicsi elnöke. Köszöntöm Önöket nálunk. Az előbb téves információt közöltem, ugyanis nem második és harmadik helyet értek el, hanem első és második, ezzel maguk mögött hagyva ugye Görögországot, a házigazdát is. Elégedettek az eredménnyel? Igen, jó estét kívánok! Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy egyáltalán ezeknek a gyerekeknek az edzőjük lehetek, mivel én futni helyettük nem tudok. Kényszeríteni egy 10 éves gyereket, hogy szenvedjen, nem lehet. Akkora teljesítéssel jöttek haza, olyan óriásit futottak, és mosolyogva végig, hogy habár én bíztam bennük, hogy meg tudják csinálni, de még engem is megleptek. Mit éreznek a gyerekek ilyen versenyek alkalmával, amikor ilyen jó helyezést érnek el? Teljesen földobódnak, és mondjuk a felnőtt versenyzők verseny után kinyúlnak, több idő kell nekik a regenerációra, regenerálódáshoz. Ők viszont egy jó óra után már birkoztak benne a terembe, tusoltak, nevettek, és már tervezték a következő versenyt. Mekkora összegre van szükség, hogy eljussanak egy ilyen versenyre? Ezek a gyerekek nagyon szerények, megtanulták azt, hogy kevés pénzből, de nagyot tudnak alakítani. Például most egyedül az úti költséget kellett valamilyen módon nekik fedezni, a szülők összeadták a nevezésre a pénzt, hálózsákba alszanak, tehát elég szerény körülmények között, de ők gyerekek, és szinte még élvezik is ezt az életmódot. Egyedül az úti költség az volt olyan 600 euró körül, amit sehogyan se tudtunk az utolsó percig biztosítani. És végül hogy sikerült? Akkor már próbálkoztam mindenkihez fordulni, és végül a VMS-hez fordultam, és köszönet, hogy segítettek, és találtak védnököket a gyerekeknek, és kaptak autónként, mivel a szülők vállalták fel, hogy vinni fogják őket autókkal, és ők kaptak 200-200 eurót arra, hogy le tudjanak jutni erre versenyre. Hogyan segíti a palicsi VMS a futókat? Hát tulajdonképpen ugye elég embertelen körülmények alakultak ki az eredeti helyen, ami a sportpályák mellett van a tóparti részen, és hát például télen ugye fűtés sincsen, meg hát az már annyira elhagyatott, rossz állapotban lévő helyiségekről beszélünk, hogy a helyi közösség hát a szerény anyagi meg a körülményekhez mérten, nagyon szerény léha lehetőségeihez mérten, amiben tudja, támogatja, például a télen a gyerekek a helyi közösség épületében tudnak összejönni, ott tudnak átöltözni, edzést végig csinálni, és amikor visszatérnek, akkor ismét szárazra öltözni. Sajnos tusolási, zuhanyozási lehetőségre nincs mód, mert azon nem rendelkezik a helyi közösség, de az, hogy egy meleg teát megfőzzünk nekik, vagy egy üdítőt megígyonnak, arra azért mód van. Miért támogatják őket? Miért fontos ez? Hát azért, mert minden sportra oda kell figyelni, hát örülünk, ha a gyerek mozog, tehát a mai világban, amikor a gyerekek alig akarnak kimozdulni, akkor mi minden olyan kezdeményezésnek csak örülni tudunk, és csak támogatni tudjuk, ami a gyerekeknek a kimozdítását jelenti, ami azt jelzi, hogy a gyerek mozduljon ki, hogy ne csak a tévé és a számítógép előtt üljön, hanem hogy menjen a friss levegőre, hogy ismerkedjen, hogy barátkozzon, mert ugye a sportágon keresztül barátságok szövődnek, megtanulnak együtt élni, megtanulnak közösségbe gondolkozni, megtanulják egymás értékeit tisztelni, a másságot, a férfik, nők, tehát ezeket a nemi különbözőségeket is talán jobban megtanulják leküzdeni. Kik támogatják még a klubot? Főleg a szülők és néhány privát cég, Csantavérről, Palicsról, Szabadkáról, de kiemelném azt, hogy a Tartományi Ifjúsági és Sportminisztérium minden évben, ha kevés összeggel is, de mindig hozzájárul ahhoz, hogy vagy az én egyéni saját versenyemet valamilyen módon meg tudjam csinálni, vagy pedig a gyerekek el tudjanak jutni. És a város? A városhoz nem fordulunk, mivel nem olimpiai szám, és néhányszor próbálkoztunk, kevés eredménnyel,
Tehát ez nem sikerült úgy, hogy most nem is fordultunk hozzájuk pont ebből az okból kifolyólag. Nemanja Szímovics, a Szabadkai Sport és Ifjúságügyekkel megbízott tanácstagja meglepődéssel hallotta ezt, mert ő azt állítja, hogy már 4 éve támogatja ezt a sportklubot, ezt az összeállítást láthatják most. Ultramaratonski klub Paligo Palić mi pomažemo već 4 godine za redom. Ja sam imao informaciju putem vaše televizije da vidim izjavu predstavnika tog kluba i veoma sam neprijatno bio iznenađen time. Naime, oni su se nama obratili do sada 3 puta i 3 puta smo im izašli u susret i kada su merili svoju stazu atletičarke, odnosno treneru Elviri Janoši smo pomogli nekoliko puta za odlazak na atletske mitinge, odnosno na maratone i u Rim i u još neke evropske gradove. I ono što kao posebno želim da istaknem, već pune 4 godine trener tog kluba se nalazi na platnom spisku Sportskog saveza Subotice, tako da mislim da ta priča da tom klubu ne pomažemo zaista ne stoji. Nemanja Szímovics ugye azt állítja, hogy ők már 4 éve támogatják a klubot. Mit mondanak önök erről? Először is én Rómában soha nem voltam. Egyszer segítettek hozzá, amikor a 3. IAU 6, 12 és 24 órás versenyt tartottuk, és akkor kaptunk tőlük egy bizonyos összeget támogatásként. Viszont valószínű, hogy itt egy kis félreértés van, mert a Csantavéri Klub, ami a Leonidas nevet viselte eddig, és Zabos Árpád próbálkozott többször is fordulni segítségért a községhez, ők valószínű, hogy kaptak valamennyi összeget, amiről én nem igazán tudok, mert ez a 2 klub most egyesült körülbelül 1,5 hónapja, de konkrétan mi hát nem is fordultunk, tehát azóta nem is fordultunk hozzájuk. Miért nem fordultak? Mert azt a választ kaptam egyszer, és ez mondjuk tény és reális, hogy ez nem olimpiai szám, és hogy ők akkor ezt nem támogatják. Ön mit mond erről? Hát ugye a helyi közösség, mint olyan nem támogat, vagyis hát nem fordult a sporthoz. Eleve a helyi közösség a saját sportrendezvényeire nagyon minimális összeget kap ugye a város költségvetéséből. Mint tudjuk, a helyi közösségek alapjáraton nagyon kevés pénzből kell, hogy fönntartsák magukat, és ebből mi ilyen éves szinten alig 1000 dinárt, ha félre tudunk tenni, amit most úgymond sportrendezvényekre tudunk félretenni. De azt tudom, hogy az Elvirát eddig több éven át a helyi közösség, illetve a Palicsi VMS támogatja, mellette van. Én tudom, hogy emberi erőforrásból, amit a Palicsi Ultramaraton alkalmával minden pillanatban kiállunk mellette, önkéntesek mennek, segítik a munkát, és én tudom, hogy az Elvira az utolsó pillanatokig milyen stresszes állapotban szokott lenni, mert a pénzek nem úgy érkeznek, vagy egyáltalán nem érkeznek, és az ember ugye, ha sokszor falba ütközik, akkor egy idő után már feladja egyáltalán azt, hogy bárkitől is segítséget kérjen. A sikerek azonban indokoltá tennék a támogatást, nem? Igen, és remélem, hogy végre fölfigyelnek ezekre a gyerekekre, mert talán elsősorban nem azt kell nézni, hogy milyen sportág. Vannak Szabadkán olyan sportágak, amik szintén nem olimpiai sportágak is támogatva vannak. Remélem, hogy azon kívül, hogy én kapom a fizetésemet a várostól, amiért én nagyon-nagyon-nagyon keményen megdolgozom. Napi 3-szor, tehát 3 váltásba. Remélem, hogy előbb-utóbb ezek a gyerekek is egy bizonyos minimális anyagi támogatásba fognak részesülni. Akkor mondhatjuk, hogy önök valójában anyagi támogatásra számítanak? Tehát ez az, amit hiányolnak kizárólag? Elsősorban erkölcsi. Ezt mindig hangsúlyozom. Nem kell, ha egyelőre tudom, milyen a helyzet, nincs elég pénz. Ezt mind bevállaljuk. Összeszedjük, valahogyan megszoktuk már, hogy összeszedjük. De erkölcsileg ismerjék el, ha az én eredményeimet nem is, ezeknek a gyerekeknek, mert ők megérdemlik. Mit lát jövőbeli megoldásnak? Egyelőre most készülünk a saját versenyünkre, a saját versenyünk megszervezésére júniusban, utána szeptemberre a gyerekek, köszönve ennek az óriási eredmények, már megkapták az ingyenes meghívót egy svájci 24 órás nemzetközi versenyre. Remélem, hogy előbb-utóbb rendeződik a helyzet. Amit én meg tudok csinálni, a következő lépés az, hogy belépünk az Atlétikai Szövetségbe is, tehát nem csak az Ultramaraton Szövetség keretén belül fogunk létezni, és akkor már nem lehet olyan indok, hogy na, ez nem olimpiai szám, mert az atlétika az igenis olimpiai szám. Honnan fedezik a költségeket Svájcra?
mi ingyen hívták meg a gyerekeket, mivel tudnak az egész meséről, elküldték a fotókat a versenyről, a gyerekekről, a szervezőtől ma délelőtt kaptam hivatalos meghívót a részükre, nem kell fizetniük a nevezési díjat, ami 50 euró fejenként, és nem kell fizetni az elszállásolást sem, mert a szervező biztosítja nekik, egyedül az úti költséget, tehát azt újra megpróbáljuk valamilyen módon összeszedni. A helyi közösség hogyan tud segíteni a továbbiakban? Hát mi továbbra is szerény körülmények között leginkább erkölcsileg, tehát amit úgy érzem, hogy Elvira a város felől hiányol, azt én bízom benne, hogy a helyi közösség részéről megkapja, mert én úgy gondolom, hogy erkölcsileg bármi olyan segítségért fordul hozzánk, amiben csak lehet, ott állunk mellette. Viszont azt kihangsúlyoznám, hogy a jövőben azért a sportra szánt összegeket talán észszerűbben, vagy talán jobban átgondolva kellene a lehetőségekhez mérten szétosztani, hogy ne csak tömegsportokat, hanem olyan sportokat is támogatni, fölkarulni, akik esetleg még csak most vannak kialakulóba, elindulóba, ugye az ultramaraton futás Szerbia szinten, amennyire tudom, nem annyira, nincs olyan sok sportoló, most jön egy új generáció nálunk, szerencsére sokan vannak, tehát őket kellene segíteni, hogy ők oda jussanak az élmezőnybe, és hogy hát rangos versenyeken is részt tudjanak venni. Nem, anya Szimovics úr jelenleg nincs itt, tehát ő erre nem tud reagálni. Én köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltak. Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk. Palicsitó állapota egyre rosszabb, évek óta nem lehet benne fürödni, a szanálás lenne talán a legjobb megoldás, amit 2011 végére terveztek, ám ez mégsem következett be, erről láthatnak egy összeállítást. Becslések szerint 700 ezer tonna iszap van a tó fenekén. A tó régen nagyon közkedvelt üdülési célpont volt. A turisták az ország minden szegletéről érkeztek, sőt külföldi látogatói is voltak Palicsnak. Az elmúlt években azonban jelentősen megcsappant a látogatók száma az ott lakók és a környékbeliek szerint. De én gondolom, hogy szennyezett, mert tele lehet algával. Biztos, hogy ez nem lesz egy jó a turizmusra, mert hát, hogyha belenéz a vízbe és látja, hogy zöld, akkor nehezen megy fürödni. Én így gondolom. Vagyis nem szívesen fürdik az ember az ilyen tóba. És én úgy gondolom, alaposan ki kellene tisztítani ahhoz, hogy lehessen benne fürdeni. Sokan voltak, rengetegen. Most nem jönnek fürdeni, csak a bazénba esetleg mennek városba. 2009 nyarán a Palicsitóban 11 tonna hal pusztult el, mert a víz a sok iszaptól sekély volt és gyorsan melegedett. Becslések szerint jelenleg 700 ezer tonna iszap van a tófenekén. Utoljára 1975-ben csapolták le a tavat, akkor 2 millió tonna iszapot emeltek ki belőle. 2009 nyarán a Vajdaság gyöngyszemének nevezett tóban bűzös és fekáliás eredetű baktériumok tenyésztek. Azóta fürdésre alkalmatlannak nyilvánították a vizet, és a helyzet azóta sem változott. A beavatkozás elkerülhetetlenné vált. A szükséges összeg 10 millió euró, ami meghaladta a város, a tartomány, de még az ország lehetőségeit is. Bila jedna sanacija, ali sam čula da je već tada prečistač nije bio dovoljno kapaciteta. I tako da to nije puno vredelo. Valjda će sada uspeti. Bilo bi jako dobro. Šteta je za Palić. Jako loše. Čak i zimus je bio kao neki stiropor se uhvate, tako je bila čvrsta pena. A Palicsi tó egyike az olyan területeknek, melyeket a 90-es években a régi előírások szerint védelem alá helyeztek Szerbiában. Ez adná az okot arra, hogy jobban odafigyeljenek rá. A szanálás maga több évet venne igénybe, és a jövőben figyelni kellene a víz szintjére. A vízpartot olyan zöld övezettel kellene körbevenni, ami segíthetne meggátolni az iszap kialakulását. A stúdióban a vendégem Gligor Gellért, okleveles környezetvédelmi szakmérnök. Jó estét kívánok, köszöntöm itt nálunk. Köszöntöm a kedves nézőket. Mennyire drámai jelenleg a helyzet? Hát jelenleg, mint környezetvédelmi szakember, ugye nem vagyok illetékes ebben a kérdésben, hiszen nem foglalkozok ezzel. Elsősorban egy kicsit talán a múltról beszélnék. Azt tudjuk, hogy annak idején valójában egy ökológiai katasztrófa idézte elő az első szennyvíztisztítónak az építését. Ma már abban a fázisban vagyunk, illetve azon a szinten, mondjuk azt, hogy országos szinten is elsőként egy ilyen úttörő szerepet játszunk ezzel az új technológiával,
ami alkalmas arra, hogy a harmadlagos szennyvíztisztítást is ellátsa. Tehát az előző szennyvíztisztítóval közvetlen probléma volt, hiszen a kapacitás mellett idővel az alkásodási folyamatokat, tehát gátló tényezőket, akár a nitrogén összvegyületeket, tehát a foszfort nem tudta oly mértékben leredukálni, ami elegendő lett volna arra, hogy ne alakuljon ki ilyen jellegű iszap mennyiség a tóban. Jelenleg az új szennyvíztisztító ellátja ezt a feladatát, hiszen a projektálás, illetve a maga a projektjelő irányozta azokat az Európai Uniós direktívákat, illetve direktívát, ami a városi kommunális szennyvizek megtisztítását látja elő. Ez eléggé szigorú környezetvédelmi előírás, ami a vízminőségi paramétereknek a kiuttatását jelenti a befogadóba. Itt annyit kell tudni, hogy maga a tisztító berendezés az egy érzékeny a kategóriába sorolt területre, befogadóba lett projektálva, ahol a foszfor 1 mg-ot, tehát mint határértéket nem haladhatja túl, illetve a nitrogént, amely 10 mg per literes koncentrációt. Előzőleg a régi szennyvíztisztítóval is a kémiai oxigén, illetve a biológiai oxigén igénynek a lecsökkentését elérték, de viszont ez volt a fő oka, ami az algásodást talán elidézte, mert ezt nem tudta megszűrni. Van-e most élővilág a tóban? A tapasztalataink szerint ugye mi különféle laboratóriumi elemzéseket, biokémiai elemzéseket végzünk abból a szemszögből, hogy a maga technológiát biztosítani tudjunk. Ezért egy kicsit ugye távolabb is idézőjelbe evezünk ugye a vízi ökoszisztémában, és hát azt tapasztaljuk, hogy jelenleg a kimenő víz, ami a szennyvíztisztítóból kikerül, az valójában aktívan előidézi az új, tehát a biodiverzitásnak a növekedését. Tehát tapasztalunk ott madarakat, halakat, nagy számban, sőt, még azt is tapasztaltuk a tavalyi év során, hogy bizony az utóülepítőinkben, az objektumainkban is vissza megjelentek a halak, ami egy érdekes momentuma ennek a vízi világnak. Tehát azt akarom mondani, hogy az első szektorban, ahova maga megtisztított szennyvíz kerül ki, az jóval jobb minőségi paramétereket, vízminőségi paramétereket mutat, mint például a negyedik szektorban, ami köztudottan az az idegenforgalmi szektor. Az utóbbi időben hogyan próbálták orvosolni a tónak a helyzetét? Erről információm nincs, tehát mi lényegében a saját hatáskörünkben tudunk dolgozni, és itt ez a szegmense talán a környezetvédelemnek most bezárult, ami a szennyvíztisztítást illeti. Azonban a környezetvédelem egy olyan multidisziplináris szakmai terület, amelyet tehát nem lehet csak ebből a szegmensből megoldani. Ez annyit jelent, hogy a tó egészét kell vizsgálni, és nagyon sok szakterületen belül kell megvizsgálni a valós helyzetet, és az itteni szakembereknek a tudására, illetve a tapasztalatára kell építeni. Mit lehetne most tenni? Hát jelenleg a rossz paraméterek a negyedik szektorhoz fűződnek, mint ahogy a bejátszásban is láttuk azt, hogy a zöld a tónak a vize. Tehát itt tapasztalható az, hogy valójában, amit maga az emberek és a polgárok is észrevesznek, hogy tehát egy rossz minőségű vízről beszélhetünk, de ennek a résznek, tehát maga ennek az idegenforgalmi szektornak, illetve a negyedik szektornak saját autonómiája van. Elsősorban arra kell figyelnünk, hogy környezetvédelmi szempontból, hogy maga a szennyező forrásokat semlegesítsük, tehát maga a tó környékén, és egy olyan elfogadható multidisziplináris ápolást érjünk el, tehát a környezetvédelem minden szegletében és szegmensében, ami eleget tesz azoknak a követelménynek, hogy tényleg megtudjuk. De erre ezt oda is figyelnek? Vagy csak oda kellene? Oda kellene tehát figyelni erre. Én azt hiszem, hogy itt nincs teljes mértékben összehangolva ez a kérdés. Tehát nem elegendő megépíteni egy szennyvíztisztítót. Nagyon problematikus volt az előző szennyvíztisztítónál az is, hogy számtalan kritérium elmaradt, tehát az iszap kotrásával annak idején, amikor ökológiai katasztrófát jegyeztek föl 1971-ben, tehát számtalan olyan javaslat jött létre, amely nem csak a szennyvíztisztító kiépítését jelentette, hanem a városi szennyvizek, tehát és a gyáripari szennyvizeknek a megtisztítását is. Akkor ez egy óriási program volt, de ebből nem
nem sikerült át véghez vinni minden mértékben, mert a gyáripar, az akkor ugye erős gazdaságot jelentő gyáripar nem tudta teljes mértékben ellátni ezeket az előkezelőknek a felépítését, így újra a szennyvíztisztítón volt a hangsúly, hogy ellátja a feladatát. Persze nem tudta ellátni a feladatát. Kinek a feladata lenne a tó szanálása? Hát ez eléggé nagy esetlegesen, tehát egy olyan mértékű kérdés, egy óriási aktivitást illet, tehát összehangolást minden téren, akár a város részéről, akár más közvállalatok részéről, tehát egy összehangolt munkáról lenne szó, amely elő tudná idézni azt talán, hogy az ápolását meg lehessen oldani. Tehát jelenleg azonban meg kell oldani az iszap kérdést is. Az iszap kérdés az egy nagyon égető és sürgős kérdés. Tehát, mennyi pénzre lenne szüksége ehhez? Hát én nem vagyok közgazdás, illetve nem vagyok ebben a szakmai csapatban benne, aki ezt végzi. Tehát a város részéről van egy szakmai gárda, aki ezt végzi, illetve a Környezetvédelmi Minisztérium. Azonban azt el kell mondanunk, hogy hát vannak itt olyan szakemberek, akik például az elmúlt 20-30-40 évben szabadkaiak, nagyon sokat tettek. Például a megfigyelésekkel, tehát különféle szakmai területeknek a kidolgozásával, a különféle hatástanulmányok kidolgozásában, amelyek valós képet nyújtanak a helyzetről. Tehát én azt hiszem, az ő segítséget is be kellene ebbe a kérdésbe vonni. Mit lehetne csinálni az iszappal? Hát ez mind attól függ környezetvédelmi szempontból, hogy milyen minőségű iszapról beszélünk. Tehát ha az iszap minőségéről beszélünk, vannak tehát releváns állami, tehát köztársasági szintű törvények, környezetvédelmi törvények, amelynek a egyik meghatározó törvény, tehát a hulladékgazdálkodási törvény, amelynek alapján ugye megvan szabva az, hogy valójában milyen irányba lehetne ezt az úgynevezett hulladékot, illetve iszapot hasznosítani, kezelni, elhelyezni. Tehát magában ezek a modellek ebben a környezetvédelmi törvényen benne vannak. Tehát elsősorban arról kell beszélnünk, hogy valójában milyen minőség is az iszap. Amikor ezt meghatároztuk, akkor tudunk a későbbiek során megfelelő technológiákat, megfelelő irányelveket diktálni. Lehetségesnek véli azt, hogy egy Európai Uniós összefogás jön létre a tó rendbehozása érdekében? Elképzelhető és szükséges is. Ugyanis ez irdatlan mennyiségű iszapot, illetve iszap eltávolítást jelent. Bár annyit el kell mondanom, hogy 1976 óta azért változott némileg a technológia, illetve a tudományágak fejlődtek. Így elképzelhetőleg vannak olyan megoldások, akár a későbbi ápolásban is, ami fent tudja tartani a vízminőséget. Köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. Én is köszönöm a lehetőséget. Önöknek köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára a közügyek, holnap is tartsanak velünk, viszontlátásra!